Dési Alfred filmgyára 1920. április 1-én alakult. Székhelye a Kosút Lajos utcában volt a 13. szám alatt az első emeleten. Tulajdonosa és a főrendező természetesen Dési Alfred volt, aki Alfred Kempf Dezsi, Névvel is alkotott, főként külföldön. Nagyon szeretnék róla sokat beszélni, mesélni, mert úgy érzem, hogy az eddigi életemet nagyon erősen meghatározta, és remélem, hogy a továbbiakat is. Nagyon sok mindennel foglalkozott. Ő nem csak egy zseniális és egy nagyon termékeny filmrendező volt, hanem legelőször is színész, aztán producer, forgatókönyvíró, mozi tulajdonos, igazgató, filmgyáros, zeneszerző, és annak idején, még fiatalabb korában dolgozott cirkuszban is, fellépett a porondon. Van egy nagyon fontos önéletrajzi írása, aminek az a címe, hogy Porondon, Deszkán, Mozivásznon. Elkezdtem olvasni ezt a művet, rengeteg gondolat ismerős számomra, és talán egyszer azt is elárulom, hogy miért. Én úgy érzem, hogy Dési Alfred lelke, szellemisége folyamatosan bennem diktált gyerekkorom óta, miképpen éreztem az aurámban egy férfi filmrendezőt, és pontosan meg tudtam azt mondani, hogy milyen volt, hogyan öltözködött, és milyen munkái, alkotásai voltak nem mellesleg Dési Alfred Tatán is rengeteget forgatott a vizek a tavak városában, Komárom-Esztergom megyében, ahol én is éltem tíz évig, és én is rengeteget forgattam. Többek között egy nagyon hasonló városfilmet, amelyet ő is rendezett. Rengeteg hasonlóság volt és van köztünk, amelyeket fokozatosan szeretnék feltárni, ugyanis azt tervezem, hogy az elkövetkezőkben vele fogok foglalkozni. Szerencsére találtam róla korabeli fotókat, dokumentumokat, hát felvételeket sajnos nem igazán, hiszen rengeteg film elveszett, pedig nagyon szívesen megnézném, a korábbi rendezéseit, sőt, nagyon szívesen ott lettem volna vele. Én úgy érzem, hogy kiválasztottam volna őt, és munkatársként, vagy akár társként jelen lehettem volna az életében, bár az is lehet, hogy ez így volt, hiszen tudjuk azt, hogy az ember nem csupán egyszerölt testet, Persze szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy ki mivel foglalkozott a korábbi életében, megnyilvánulásában. De ahogy mondtam egyelőre, nem szeretnék több titkot elárulni. Erről a jelenségről és érzésről ma mindenképpen az ő alkotásairól szeretnék beszélni, a filmjeiről, ugyanakkor a szerepeiről. A hangos film által van egy ilyen oldal és portál, nagyon sok információt kaphatunk arra nézve, hogy ő hogyan dolgozott, hogyan működött, például az 1910-es, vagy akár a 20-as években. Persze tudjuk nagyon jól, hogy ő később is nagyon sok filmet rendezett, és idősebb korában is szerepelt különböző filmekben. Ezeket próbálom most föllelni nagyon nagy kutatói munkát végzek, miképpen elkészült 200 órányi felvétel csak a magyar filmművészetről és filmgyártásról, valamint írtam 400 kérdést, 400 kérdésből álló tételsort, amit 20-25 éves kutatás után állítottam össze, Mindegyik kérdést és tételt fejből írtam, ugyanakkor hát azt is tudjuk, hogy én mindig fejből beszélek improvizálva. De én úgy érzem, hogy ez még csak a kezdet. Szeretnék vásárolni nagyon sok korábbi színházművészeti magazint, szeretnék nagyon-nagyon sokat forgatni eme témával kapcsolatban. Fokozatosan tárom föl azt, hogy a korábbi hazai filmgyártás, filmművészet milyen csodálatos alkotásokkal és alkotókkal volt jelen. 2004-ben a diplomamunkámat munkámat is eme terület kapcsán írtam, majdnem 20 éve, de mondhatjuk azt igen, hogy már 20 éve neki láttam ennek a munkának, és azóta ez folyamatos. Nagyon örülök annak, hogy rátaláltam végre arra a szellemiségre, arra lélekre, aki tulajdonképpen bennem diktált gyerekkorom óta, abszolút te felismertem. Tudtam, hogy ez a valaki nem csak színész volt és filmrendező, hanem mozikban is dolgozott, sőt, hát ugye Dési Alfred mozit is alapított, igazgató is volt, és filmgyárral is rendelkezett, szó szerint a Dési filmgyárral, amit, ahogyan mondtam, 1920. április 1-én, hozott létre, és aminek nagyon de nagyon fontos szerepe volt és van a hazai filmművészetben, minden egyes eset kapcsán a hangosfilm.hu lesz a forrás, tehát innen fogok idézni, ezt többször elmondom, valamint ki is írjuk, hiszen nagyon fontos megnevezni mindig azokat a portálokat ahol csodálatos kincsekre bukkanhatunk. Hát ilyen ez az oldal is, hogyha ez nem lenne, akkor én is most ö, talán sokkal szegényebb lennék, és ö, nem lennék annyira boldog, mint amennyire azóta vagyok, amióta ráláltam Dési Alfred ö, személyére, az alkotásaira, és ö, a különböző korabeli, régebbi művekre. A Dési Filmgyár művészeti igazgatója Tanai Frigyes volt. Segédrendezők alakuláskor Havas János György István, később csak György István. Operatőr Arany Ferenc, később például Papgyula, Gyula, Megmondom őszintén, hogy az ő neve nagyon ismerősen cseng számomra. A kölcsönzési osztály vezetője 1922-től Rajháti Vilmos. 1929-ben újra indították a gyárat, így egy újabb székhely alakult a Dohány utcában a 60 és a 62-es szám alatt igazgató Hegedűs Antal, főrendező természetesen Dési Alfred, és volt még egy rendező, Kaltenbach Rezső. Kezdetben a Dési filmgyár filmjeinek többségét az Egyetértés RT forgalmazta, mely a gyártási költségekhez is hozzájárult. Később a gyár maga is forgalmazta a filmjeit. A magyar film idején a gyár tevékenysége szünetelt magyarországi lehetőségek híján Dési Alfred külföldön dolgozott. A gyár 1929-ben megpróbált újraindulni, Hegedűs Antal igazgatása alatt, de a hangos film elterjedése miatt nem sikerült talpon maradnia, amit én egyébként nagyon, de nagyon sajnálok. Nyilván, hogy a Dési filmgyárról még más információt is találhatunk, a forrás a filmművészeti évkönyv, ami az 1921-es időszaktól az 1930-as időszakig vizsgálja ugye ezt a területet. Megemlítem azt is, hogy a Dési filmgyárnak milyen filmjei alkotásai voltak. A halál után egy az egyel, a szürkeruhás hölgy, a falusi kislány Pesten, Diána, Újjászületés, Balaton lánya, Bolondistók, Péntek este, Komédiás szívek, Mr. Senki, Őfensége inkognitóban, János Vitéz, Csikós történet a lú megén, valamint Zoro Huru esete Göre Marcsával, ez egy sketch volt 1930-ban. Voltak olyan filmek, amelyeket Dési Alfred rendezett, és olyanok is, amelyekben ő volt a szereplő, főszereplő. De például a Casanova egy olyan alkotás, hogy nem csak ő rendezte ugye, ezt a monumentális művet, hanem ő volt maga Casanova, tehát egyszerre volt színész és rendező, ami szerintem egy hatalmas feladat lehetett. Nagyon-nagyon szívesen megnézném ezt a filmet, hát ha jól tudom, akkor ugye ez egy némafilm volt. Szeretnék most részletesebben beszélni a különböző filmekről. Nagyon remélem, hogy a mai felvétel kuriózum lesz, hiszen jó kérdés, hogy ennyire behatóan, ki az, aki foglalkozik például Dési Alfred alkotásaival, vagy ki az, aki mondjuk ismeri az ő szerepeit, és egyáltalán azt, hogy ő milyen munkássággal volt jelen. Találtam régebbi híradós anyagokat, filmhiradókat, de sajnos már csak olyan felvételeket, ahol ő nagyon idős volt. Láthattuk őt talán még 80 évesen is, és akkor is amikor átvette az érdemes művész kitüntetést, díjat. Én úgy láttam, hogy sajnos ő csak ezt az egyetlen egy kitüntetést kapta, holott szerintem sokkal több díjat kellett volna odaítélni számára, majd én ezt most megteszem eme felvétel kapcsán, és azáltal, hogy én nagyon, de nagyon elismerem az ő munkásságát, hiszen Azért száz évvel ezelőtt különböző filmeket leforgatni. Biztos, hogy nem volt egy egyszerű történet. Teljesen más technikai eszközök voltak. Egyrészt a kamerák is sokkal nehezebbek voltak. Én úgy gondolom, hogy ők nagyon sokat cipekedtek, és az utazás is sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb lehetett, mint ma. Én már az 1990-es években is forgattam különböző filmeket, interjúkat, és azt kell tudni, hogy már akkor is igazából sokkal nehezebb kamerák, technikai eszközök, állványok, lámpák voltak, mint például ma. Én 1996-ban vagy 1997-ben kerültem a helyi televíziós stúdióba, és már akkor kijártam különböző forgatásokra, persze akkor még csak megfigyelőként, mert akkor én még csak gimnazista voltam, de már 16-17 évesen megírtam az első forgatókönyvemet, hát az is lehet, hogy nagyon sok mindent Megörököltem Dési Alfred szellemiségéből, vagy szellemisége által, amiről majd szintén fogok még később beszélni. Lesz egy olyan előadás, ami kifejezetten arról fog szólni, hogy milyen hasonlóságokat találtam a kettejünk vállalása, missziója közt. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy mi például a 90-es évek végén még a beta vagy béta rendszerrel dolgoztunk és ezek a kamerák nyilván sokkal nehezebbek voltak. Akkor még kazettákra forgattunk, hát ezek a kazetták egészen nagy méretűek voltak, és akkor én még dolgoztam ugye Divi technikával is, ami már egy picit úgymond könnyedebb volt, és kisebbek voltak a kazetták, maga a magnó is, és talán a kamera sem volt annyira nehéz, hát a beta vagy a beta kamerák, én betának nevezem, nagyon-nagyon nehezek voltak, bár én azokat is cipeltem, ugyanakkor a statívokat, a lámpákat, a különböző felszereléseket, de hát nyilván, hogy mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt ezek az eszközök még nehezebbek lehettek, vagy mondjuk azt, hogy monumentálisabbak, és ahogyan mondtam, szerintem sokkal nehezebben tudtak eljutni A-ból B-be, hiszen akkor még nem voltak olyan autók, amelyek ma amelyek nagyon nagy sebességgel is tudnak ugye működni és haladni. Ugyanakkor nem voltak autópályák, és sorolhatnám azokat a nehézségeket, amelyek által biztos, hogy sokkal nehezebb lehetett egy-egy filmet létrehozni, nem mellesleg, hát ugye akkor csak filmre dolgozhattak, és filmre dolgozni sokkal nehezebb. Én fotóztam filmre például. Teljesen más, mint a digitális technika. Ezeket a filmeket ugye elő kell hívni, nagyítani kell, nem mellesleg. Analóg technikával vágni sem egy egyszerű történet, hát ott nem igazán lehet hibázni, vagy ha hibázik az ember, nagyon nehéz kiavítani. A digitális technikák által egy-egy ilyen hiba sokkal gyorsabban és könnyebben javítható, és hogyha például a fényképezésről beszélünk, akkor amíg mondjuk én csak 24 vagy 36 kockát fényképezhettem el, ugye egy-egy filmtekercs által, és akkor hát nagyon sokszor ugye cserélgetni kellett ezeket a filmtekercseket, hogyha több képet akartam készíteni. Na most hát tudjuk nagyon jól, hogy egy digitális géppel akár több ezer kockát is előhetünk. Egyszer dolgoztam egy esküvön, mint fotós. Jó kérdés, hogy pontosan mennyit fényképeztem. Hát az is lehet, hogy nagyjából ezer <laughs> képet lőttem el, persze abból nem mindegyik lett jó, de utána nyilván, hogy a különböző képszerkesztőkkel ezeket a fotókat tudtam javítani, átalakítani, szerkeszteni és szebbé jobbá tenni, de a filmes technika kapcsán ez egy sokkal nehezebb és bonyolultabb történet. Úgyhogy én lemelem a kalapomat vagy akár a cilinderemet Dési Alfred előtt, én nagyon-nagyon szerettem őt, így utólag, és azt is mondhatnám, hogy látatlanul, mégis, ahogyan mondtam, mindig önmagamban éreztem az ő lelkét, a lényét. Ő folyamatosan diktált bennem, csak nem tudtam megnevezni azt, hogy ki ez az illető. Ma, 40 évvel később, rájöttem arra, hogy ki az, aki nagyon erősen meghatározta az én munkáimat, miképpen például a Pódium című televíziós műsoromat, ami egy művészeti műsor, magazin volt, és ami által nagyon-nagyon hasonló dolgokról beszéltem, nagyon hasonló alkotásokat mutattam be, amelyekkel például Dési Alfred is élt, amilyen műveket létrehozott, amilyen Tulajdonképpen az ő szellemisége. Még nem olvastam végig az önéletrajzi írását, de úgy érzem, minthogyha nagyon sokszor én is ott lettem volna a különböző eseményeken, helyszíneken, mintha a lelke bennem rezegne, mintha érezném az érzelmeit, a gondolatait, a fájdalmait, az örömeit, nagyon erősen kötődöm hozzá, ezért úgy döntöttem, hogy több felvétel is születik róla, miképpen a 400 kérdésből álló tételsorban már ugye öt is megemlítettem, és ezáltal egészítettem ki a korábbi 365 kérdésből álló cikkemet, mert, ahogyan mondtam, felfedeztem valakit, aki egy nagyon termékeny alkotó volt, ugyanakkor szerintem profi. Tehát azt kell kijelenteni, hogy én azt gondolom, hogy Dési Alfred egy nagyon profi alkotó volt, mind rendezőként, mind színészként és producerként, forgatókönyvíróként. Nagyon szívesen megörökölném a forgatókönyveit, és az ő erekjéit. Jó kérdés, hogy ezekkel mi van, majd utána fogunk nézni. És természetesen, ahogyan mondtam, nagyon sok mindenről fogok beszélni vele kapcsolatban, és megpróbálok mindent átadni, ami róla még föllelhető. Kérdezzük meg azt, hogy ma ki az, aki például vele foglalkozik az ő korábbi filmjeivel, a színészetével, vagy a filmgyárával, amiről ugye már előbb beszéltem. És meg kell említeni azt, hogy ő zeneszerzőként is dolgozott. Ami szintén nagyon érdekes, mert én ezt is éreztem. Én úgy gondolom, hogy igazából mindent. Éreztem ezt a férfi szellemiséget az aurámban, Gyerekkorom óta, de nem tudtam megnevezni, és nem találtam őt kívül. Ez azért is van, mert én nem nyúltam ennyire vissza. Dési Alfred 1877-ben született. És ahogy mondtam, ugye főként az 1910-es, as években tűnt fel, például a mozivásznon, hát sokkal korábban nem is tűnhetett volna föl, hiszen hát a, a filmgyártás akkor még ugye nagyon-nagyon fiatal volt. És hát ugye akkor terjedt még csak el, az 1900-as évek végétől, mondjuk így, vagy hát inkább ugye a tízes éveket kell ide venni. Na most az a nagyon érdekes, hogy én például sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet az például, hogy Dési Alfred is zsigerből tudott különböző filmeket rendezni, holott nekik előtte nem volt lehetőségük arra, hogy ezt a művészeti ágat úgymond megismerjék, gyakorolják, hát hiszen hát a film, mint olyan, a mozgó kép akkor még, ahogyan mondtam, nagyon-nagyon fiatal volt. Az lehet, hogy nagyon sokat dolgozott ugye színészként, és így gondolom, hogy sok minden tapasztalt, de rendezőként ilyen formán nem. Tehát szerintem ezért is csodálatos az, hogy például ő ösztönösen ilyen nagyon-nagyon sok filmet rendezett, és hogy tulajdonképpen szerintem úttörője volt ennek a szakmának. Igen, én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kimondhatjuk. Dési Alfred egy úttörő a filmgyártás kapcsán. És persze arról is beszélni kell, hogy ő alapított egy mozit, ugyanakkor egy filmgyárat, tehát ő nagyon profi szinten művelte ezt a művészeti ágat. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon sok korábbi testetöltése volt már, és mindig művész lehetett, aztán visszaszületett, sok mindenre emlékezett, és a tehetségét, a tudását eképpen tudta kamatoztatni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ő sok mindent átörökített. Nem csak számomra. Hát jó kérdés, hogy ki az, aki még az ő szellemiségéből, vagy szellemisége által merít, én biztosan. Remélem, hogy ez kiderül majd a következő felvételek, vagy akár a korábbi megmozdulások által. Most is olyan, mintha itt lenne, jelen lenne, és folyamatosan diktálna számomra. Nagyon érdekes. Tehát egy nagyon fontos lényel, rendezővel bővült az a kör, akik hozzám tartoznak, csatlakoznak. Én mindig tudtam azt, hogy volt egy olyan filmrendező, aki nagyon sok mindenhez értett, és aki nagyon-nagyon sok filmet rendezett, és nagyon profi volt szakmailag. Nagyon sokszor megjelent előttem ez a lélek, alakilag, ahogyan mondtam, tudtam azt, hogy hogyan öltözködött, hogy milyen attitűddel volt jelen, és miképpen olvasom az ő gondolatait, arra jövök rá, hogy számomra ezek az írások teljesen evidensek, mert mindig is egy ilyenfajta szemlélettel működtem. Ami valahogyan mégiscsak átjött, és megmondom őszintén, hogy Tatán lehet, hogy még jobban éreztem ezt, valamint Budapesten, főleg a filmgyár környékén, én ott is dolgoztam és éltem. Ugyanakkor, pontosan azokon a helyeken, ahol aztán később más irodákat alapított, és amiről még beszélni kell, hogy neki volt egy filmes iskolája is, amit szintén megemlítettek a korabeli színházi magazinokban. Már elkezdtem ezt a gyűjtői munkát, és nagyon sok olyan plakátot is találtam, ahol az ő neve hatalmas betűkkel volt kiírva, mint rendező és mint színész. Közben megtaláltam a mozi című filmművészeti heti lap 1920-as számát ára egy korona volt. Ez a szeptember 25-i rész, 5. évfolyam második szám. Itt említik meg azt, hogy filmszínész iskolája volt Dési Alfrednek, és le is írták a címet, Kosút Lajos utca 11-13, hát itt azt írják, hogy második emelet. És azt is megtudhatjuk, hogy Dési Alfred 1920-ban már filmrendező volt, 21-ben pedig filmgyár tulajdonos. Találtam olyan dokumentumokat, amelyek tulajdonképpen olyanok, mint a cégjegyzékek. Dési Alfred, mint a Dési Film Budapest cég képviselője. Fantasztikus! Én imádom őt, az biztos, és szerintem ez a szeretet még jobban el fog mélyülni, miképpen folyamatosan tárom föl azt, hogy neki milyen alkotásai voltak, hogy mennyi mindenben vett részt. Igen, hát ő egy nagyon-nagyon termékeny alkotó volt, már gyerekkora óta, hiszen nagyon fiatalon úgymond elszökött otthonról, és vándor színész lett belőle. De dolgozott cirkuszban is, ugyanakkor ő egy erőművész is volt, nagyon magas volt, hát szerintem egy csodálatos férfi, és remélem, hogy tudok majd róla különböző fotókat megmutatni, természetesen forrás megjelöléssel. Azt hiszem, hogy legelőször a cigány című, népszínműről fogok beszélni, ami egy 1941-es alkotás, rendezője Dési Alfred, írója Szigligeti Ede, a színmű írója, viszont a forgatókönyvet szintén Dési Alfred írta, szerezte, rendező asszisztens Zéri Géza. A dalszöveget Radics Jenő írta, a technikai stáb, Kerti Lajos operatőr, Kereszti Ervin hangmérnök, Katonka László vágó, Bercsényi Tibor díszlettervező, Horváth Jenő felvételvezető, Kandó Gyula ügyelő, és beszéljünk még Pálházi Gyuláról, aki álló fényképész volt. A produkciós stáb, Erdélyi Filmgyártó Kft. Mint gyártó, Kárpát filmkereskedelmi KFT, mint forgalmazó, Dr. Erdélyi István producer és Dr. Katona Jenő gyártásvezető. Szerintem egészen elképesztő ez az adatlap. Nagyon jó benne egyébként kutatni. A forgatásra 1941. júliusában és augusztusában került sor. Az első bemutató 1941. november 25-én volt az Omina és a City filmszínházban. Hát sajnálom, hogy nem voltam ott, bár az is lehet, hogy ott voltam, csak más alakban. De nem áruljuk el még, hogy milyenben. Oké, okay. gyártási és bemutatási adatok. Magyar Filmiroda RT, mint műterem és laboratórium, Kodak nyersanyagra dolgoztak, pulvári hangrendszerrel. Külső forgatási helyszínek Visegrád, Acsa, Tata Tóváros, ahol én is éltem tíz évig, és ahol szintén nagyon sokat forgattam, három-négy évig, ugyanakkor rengeteg felvételt, fotót készítettem. A női főszereplőnek, Zimonyi Mártának ez volt az egyetlen filmszerepe. A rendező Dési Alfred egy vígszínházi előadás szünetében kérte fel Rózsi szerepének eljátszására. A filmnek a korabeli sajtó nagy sikert jósolt. Dési Alfred csak azzal a feltétellel írta meg a forgatókönyvet az erdélyi filmgyártó számára, ha ő maga rendezheti a filmet. Teljesen egyetértek vele, én is így cselekedtem volna. A forgatókönyv borítólapja szerint a filmet eredetileg Hegyi Barna fényképezte volna. Én nagyon szerettem Hegyi Barna alkotásait, róla is már sokat beszéltem a korábbi felvételek kapcsán. A filmben játszott Gábor Miklós, aki ekkor még nagyon fiatal volt. És akkor van még egy nagyon fontos információ, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni. Míg a hegedülni nem tudó Gábor Miklós keze és arca nem látható együtt egy snitben, az éppen akkor a Zeneakadémián tanuló Horváth Tivadar a valóságban is maga játszik a hegedűn. Igen, Horváth Tivadart is nagyon jól ismerem, Persze nem feltétlenül ebből az életemből. Igen, tudom azt, hogy ő, mint hegedű művész is jelen volt a művészeti életben, nem csak mint rendező és mint színész, erről ő maga mesélt különböző riportok, beszélgetések által. Gábor Miklóst a filmbe mozis édesapja protezálta, ismerőse Erdélyi István által. Milyen jó, hogy Gábor Miklósnak mozis volt az édesapja. Nekem a nagymamám dolgozott húsz évig egy kéttermes nagy moziban, hát akkor az nagynak számított, és én már óvodás koromban megtapasztaltam az igazi klasszikus mozizás élményét, és már akkor tudtam, hogy örök szerelem lesz köztünk. Remélem, hogy ezt Dési Alfreddel kapcsolatban is ugyanígy elmondhatom. Ezt érzem. A cigány című művet meg lehet találni az interneten, egyik nap néztem meg, és hogyan mondtam, én nagyon büszke voltam például Dési Alfredre, hogy ennyire profi filmrendező volt, mert én azt láttam a különböző jelenetek által, hogy ő bizony zsigerből dolgozott, alkotott, ő így született, magával hozta a tehetséget, amit átörökített, és ami által remélem, hogy később is nagyon sok alkotás jöhetett létre. Nem biztos, nem feltétlenül, csak akkor, amikor ő jelen volt alakilag. Ő 1961-ben hunyt el. Igen, fizikálisan, de szellemiségben, lelkiségben nem. Az energiákat, a lényét ma is lehet érezni, és talán, vagy remélem, hogy azáltal még jobban, hogy én újra fölélesztem, mint ahogyan azokat az alkotókat, akikről nagyon sokat beszéltem, például Latinovics Zoltánról, Horváth Teri színművésznőről, Pálos Györgyről, Gobbi Hildáról, vagy Gábor Miklósról, Vaséváról, sorolhatnám a neveket, nagyon-nagyon sok művészt alapul vettem, nagyon sok művészről beszéltem órákig, napokig, hetekig. Igen, nagyon fontosak ők nekem, de arról kell beszélni, hogy több száz alkotót ismerek eképpen, hát azt is mondhatnám, hogy én is zsigerből, és az emlékezetem által. Ugye milyen érdekes? A Csábító című film egy társadalmi dráma volt, 1918-as alkotás, rendezője Dési Alfred. Jó kérdés, hogy ki az, aki ismeri ezt a történetet, és hát az is, hogy vajon ez a néma film fent maradt el, de rögtön látom azt, igen, hogy itt megemlítik, hogy sajnos a kópia nem maradt fönn. Ez egy hatalmas veszteség. 35 mm-es filmre forgatták, négy felvonásos volt, és a hossza pedig állítólag 1587 méter. Ugye, hogy mennyivel másabb lehetett például egy-egy ilyen filmforgatás? Igen, Dési Alfred nagyon sok néma filmet rendezett, amelyekből természetesen többet megemlíttek. Például a Falusi Kislány Pesten című drámát, ami egy 1920-as alkotás rendezője Dési Alfred. A női főszereplője Hollai Kamilla, akivel szerintem ő sokat dolgozott, producere szintén Dési Alfred volt, a gyártó cég a Dési Filmgyár, a forgalmazó az Egyetértés Filmvállalat RT, operatőre Arany Ferenc, a kópia nem maradt fönn, és legelőször csak a 16 éven felüli nézők láthatták ezt az alkotást. A Gyerekasszony című 1921-es vígjátéknak is Dési Alfred volt a rendezője, ugyanakkor a forgatókönyv írója, operatőre Pap Gyula. Szereplője a női Hollai Kamilla, de ugyanakkor Dési Alfred is szerepelt benne, mint Kárneró gróf. Sajnos nem maradt róla felvétel, fotó, nagyon sajnálom, nagyon megnéztem volna ebben a szerepében is, de ez a néma film sem maradt fönt, öt felvonásos volt, eredeti hossza 2351 méter. Igen, mondtam, hogy Dési Alfred Hollai Kamillával többször forgatott emeljük ki a Halál után című bűnügyi drámát, ami szintén egy 1920-as alkotás rendezője Dési Alfred, forgatókönyvíró Kis Jenő, szereplője Hollai Kamilla, a női főszereplő, említsük meg Lázár Gidát például, vagy Ditrói Mort, az operatőre Arany Ferenc volt, producere Dési Alfred, a Dési filmgyár volt a gyártó cég, és szintén az egyetértés volt a forgalmazó cég. Forgatás 1920. május. Milyen lehetett 1920. májusában forgatni, ráadásul a Vajdahunyad vár környékén? Komolyan mondom, hogy én ezt éreztem. Mert én is forgattam ezen a környéken, és amikor én például Pesten éltem, Pesten dolgoztam, egy filmes cégnél, illetve több filmes cégnél is dolgoztam, többek közt ugye a maffinben is, akkor szintén éreztem ezt a férfi szellemiséget, valószínű, hogy akkor őt. Igen, tehát a nyomai nagyon érdekes, hogy úgymond megmaradtak. A nyom itt a szellemiséget és a lelket jelöli számomra. A hadi kölcsön egy propaganda film volt 1917-ben, rendezője Dési Alfred, a Sztár volt a gyártó cég, aminek ő a főrendezője volt. Ugyanakkor a forgalmazó cég is a szár volt, és 1917. december 3-án a mozgókép otthonban volt a bemutató. Komolyan mondom, hogy én visszacsöppennék az időben, és elmennék a mozgókép otthonba, és megnézném ezt a bemutatót 1917-ben, és nagyon szívesen találkoznék Dési Alfreddel. Sajnos ez a kópia sem maradt fönn. Néma filmről kell beszélni, egy felvonásos volt, eredeti hossza 350 méter, és 35 mm-es filmre forgatták. Jó, itt találtam egy korabeli plakátot, megpróbálom megkeresni Dési nevét, a Star Filmgyár és Filmkereskedelmi RT, a Terész körút 12-es vagy 13-as szám alatt volt. Itt van egy telefonszám, 114, 84, nagyon nehezen lehet elolvasni. Vigjáték egy felvonásban, és azt is kiírták, hogy hány méteres a film. A plakáton ez rajta van, hogy 350 méter. Hát ma már ilyet ugye nem írnak ki sehol, hiszen hát egy-egy filmforgatás nyilván már nem eképpen zajlik. Beszélni kell mindenképpen a Carthouse-iról, amelynek Dési Alfred szintén szereplője volt, operatőre Zsitkowski Béla. Ezt mindenképpen meg kellett említenem. Igen, hát ugye Zsitkowski Béla volt az egyik alkotója a legelső filmnek, a táncnak, amit ugye 1901-ben készítettek az Uránia tetején, többek közt, ugye? Na most a gyártó cég a Star Film gyár volt, a Kino Report adta a műtermet és a laboratóriumi munkálatokat, mármint helyszínként, a forgalmazó cég szintén a Star Film gyár volt, és ahogyan mondtam, igen, a sajtó bemutató 1916-ban volt a mozgókép otthonban. Elképesztő elképesztő. És itt láthatunk különböző korabeli fotókat Dési Alfredről, hát ő egy nagyon sármos, fiatal ember volt, nagyon jóvágású. nem csodálom azt, hogy ő zsákszámra kapta a különböző névtelen szerelmes leveleket, erről ő maga írt az önéletrajzi írásába. És azt is leírta, hogy ezeket a szerelmes leveleket mindig hazaküldte anyukájának, hogy ne unatkozzon, és hogy elolvassa őket. De biztos vagyok benne, hogy nagyon sok vidámságot, örömöt, ugyanakkor talán könnyeket is csalhatott a szemébe. Ez a nagyon sok írás, levél, megkeresés, hiszen Dési Áfréd után azt is mondhatnám, hogy nagyon sokáig kapkodtak a nők. Hát erről ő maga mesélt. És akkor rögtön ide kell venni a János Vitéz című filmet, ami egy irodalmi adaptáció 1916-ból és aminek Dési Alfred volt a főszereplője, vagyis ő testesítette meg akkor-annak idején János Vitézt. Iluska Hollai Kamilla volt. Itt láthatóak a különböző gyártási és bemutatási adatok, valamint a hangosfilm.hu, Weboldalon több fotót is láthatunk Dési Alfredről, mint János Vitézről. Szerintem vannak olyan képek, amelyek kapcsán nem feltétlenül ismerhették őt föl. Én többet is találtam, tehát érdemes egyébként megnézni és kutatni. Az adatok kapcsán arra derül, fény, hogy a Kino Report, valamint a Star volt a gyártó cég, a sajtó bemutató 1916. augusztus 22-én volt a mozgókép otthonban, és a nyilvános bemutató a közönség előtt pedig szintén 16. október 16-án a mozgókép otthonban ugyanúgy. A külső forgatási helyszínek kapcsán megjelölték Visegrádot, méghozzá a patak jelenetnél, bár én azt gondolom, hogy sokkal több külső helyszín lehetett. Nagyon sok különlegessége volt van ennek a filmnek. Ez volt a sztár első filmje, ami biztosította a gyár jövőjét. Egyes források szerint a költségvetés 130 ezer korona volt, a felvételeket 5 operatőr készítette, ami szerintem nagyon sok, és a filmben 6 ezer statiszta közreműködött. 6 ezer statiszta. Hát 6 ezer szereplőt biztos, hogy nem lehetett egyszerű mozgatni, irányítani. És fontos azt elmondani, hogy a film rendezője Illés Jenő volt, ugyanakkor ő írta a forgatókönyvet Zene Kacsó Pongrác, és hát tudjuk nagyon jól, hogy magát az elbeszélő költeményt Petőfi Sándor írta 1845-ben. Érdemes megnézni a szereposztást is valamint azt, hogy még miket írtak ugye erről a filmről. Azt írják, hogy a film kópiájából csak egy rövid részlet maradt fönt. Néma film volt, eredeti hossza 2000 méter, ami szintén soknak számított. Iluska szerepét eredetileg Lenkefi icára osztották, aki elkésett a felvételről, és ezért az ismeretlen vidéki színésznő Hollai Kamilla kapta meg a szerepet. Hát igen, azt is mondhatnám, hogy sajnos így jár az, aki elkésik egy-egy felvételről, elég szigorú szabályok lehettek akkor. A felvételeken részt vett az Operaház egész balettkara, szerepelt az összes táncos nő, körülbelül olyan 360-an. Nagyon sokan játszhattak eme filmben. Eme alkotásban a mesés elemek megjelenítéséhez filmtrükköket alkalmaztak. Ezt azért nagyon fontos megjegyezni, mert 1916-ban járunk, ugye, Gondolatilag, és hát azért 1916-ban különböző filmes trükköket eszközölni, egy nagyon nagy dolognak számított szerintem annak idején. Kacsó Pongrác zenéje kísérte a filmet, amely a komponista új műve volt, mely a film jeleneteit és eseményeit követte. A film olyan sikeres lett, hogy az előállítás költségei 6 hét alatt megtérültek, és a bemutató után még öt évig műsorom volt, és Dési Alfred szerint még Amerikába is kijutott. Hát igen, mindig ugyanarra a következtetésre jutok, hogy nagyon-nagyon jó lett volna részt venni ezeken a forgatásokon, de ahogy mondtam, szerintem érdemes megnézni a fotókat. A keresőbe természetesen azt kell beírni, hogy János Vitéz, Dési Alfred, és láthatunk róla több olyan fotót is, ahol ő még egyébként nagyon fiatal volt, és szerintem nagyon, de nagyon jóképű, vagy sármos, hogyha lehet ezt így mondani. És akkor mindenképpen beszélni kell egy másik monumentális alkotásról, méghozzá a Petőfiről, amit ugye már ő rendezett 1922-ben, ez egy életkép, legalábbis így jelölik, Petőfi urai tivadar volt, Szendre Júlia pedig Bajor Gizi, tehát ők játszották a főszerepeket, de érdemes megnézni azt, hogy még kik alakítottak nagyon fontos karaktereket eme filmben. Technikai stáb, operatőr Pap Gyula, a díszlettervező Kémindi Jenő. Több producer is volt, Szende Ferenc és Gutman Manó. Az Olimpia Filmgyár RT volt a gyártó cég, valamint a Petőfi Filmvállalat. És a Petőfi volt a forgalmazott cég is. A bemutatóra 1922. december 19-én került sor a Korzóban, a Kamarában, az Omniában és a Royal apollo -ban. Forgatási helyszínek, a külső helyszínekről beszélek, Nemzeti Múzeum előtt, Hüvösvölgyben, Asszódon és Debrecenben. A galériában láthatunk különböző felvételeket, fotókat. Itt van előttem például Urai Tivadar még nagyon fiatalon, 1922-ben például egy debreceni jelenet kapcsán. Több érdekességet is találtam, például azt, hogy a filmet kötelező volt a moziknak műsorra tűzni. Én ezt teljesen megértem, és nagyon örülök neki, a Segesvári csata impozáns tömegjeleneteit a hűvös völgyben 10.000 statisztával, katonákkal forgatták. 10.000 statisztával. És akkor ismételten lemelem a kalapomat Dési Alfred előtt, és ha kell, akkor legalább ötször meghajolok, lehajolok előtte, mert 10.000 statisztát mozgatni, hát szerintem az egy egészen zseniális megmozdulás és cselekedet lehetett. Biztos vagyok benne, hogy Dési Alfred az egyik legprofibb rendezőnek számított, és szerintem, hogyha élne, akkor ez a mai napra is ugyanígy lenne elmondható, sőt, láttam egyszer egy olyan felvételt, ami által azt mutatták be, hogy akkor abban az időben ő volt a legidősebb magyar filmrendező, de azt elfelejtették hozzátenni, amit én nagyon sokszor megemlítek, hogy a legprofibb is. És szerintem nyugodtan kaphatott volna akár például Kossuth díjat is. Én azt gondolom, hogy megérdemelte volna. Jó, és akkor még azt is írják, hogy a film hatalmas méreteiről fogalmat adhat, hogy például a Debreceni Országgyűlés jelenetében 1700 jelmezes szereplő vett részt. 1700 jelmezes szereplő. Rengetegen voltak, rengetegen dolgoztak eme Filmes forgatás kapcsán, és a kópia nem maradt fönn. Hát ennél nagyobb tragédiát nem is nagyon lehet elképzelni. Egyes források szerint hét, más források szerint négy felvonásos volt. 2692 méter. És akkor van még egy film, ami szintén szerintem kuriózumnak számít, aztán majd megyünk tovább. Méghozzá a Triton, ami kapcsán nagyon sok érdekességet találtam, ezt is ugye Dési Alfred rendezte. 1917-ben ez egy fantasztikus történet volt, szerintem mindenféle szempontból a gyártó és a forgalmazó cég a Star filmgyár volt, és azt írják, hogy a felvételek az Adria leghangulatosabb és legszebb tájain, Abáziában, Fiumében és környékén készültek az első világháború idején a hadügyminisztérium külön engedélyével. 1917. október 23-án volt a sajtóbemutató az Urániában, és akkor megemlíttek néhány érdekességet, hogy egy úszó bajnok, Huszár Károly játszotta a különböző jeleneteket, amikor ugye úszni kellett, de ő ugye színjátszó is volt, Na most állítólag ő körülbelül 100 kilót nyomott, és Dési Alfred mesélt arról, hogy hihetetlen volt, hogy a 100 kilós pufi hogy tudott úszni. Hát ez volt a beceneve Huszár Károlynak, hogy pufi, egyébként Tompa Sándor színművésznek is, az volt a neve, hogy beceneve, hogy Pufi, Öt így is hívták, hogy Tompa Sándor Pufi. És aki 1903-ban született, és 1969-ben hunyt el, Kossuth Díjas színművészről kell ugye beszélni. Na most ugye Huszár Károly eme filmben állítólag a víz alatt elúszott a strandhoz, és ott fél kilométernyi távolságban kitárt karokkal derékig fellökte magát a vízből, amit a rendező és a többi munkatárs távcsővel figyeltek. Erről mesélt Dési Alfred. Először kevesen vették észre a strandolók között, de amikor másodszor, sőt harmadszor is felbukkant, kitört a fürdőzők között a pánik. Fejvesztve rohantak ki a tengerből, egy lélek sem maradt a vízben. Egyébként megértem, és hogyha megnézzük a galériában a különböző felvételeket, akkor itt lehet látni Huszár Károlyt, vagyis Puffit Triton szerepében is tényleg nagyon-nagyon ijesztő volt. Én is biztos, hogy megijedtem volna tőle. Például itt, eme felvétel kapcsán. És akkor még arról mesélt Dési, hogy két napig senki nem ment strandolni, amíg az újságok meg nem írták, hogy tulajdonképpen filmfelvétel történt. A Triton című filmünknek Fiumében különösen nagy sikere volt. Hát ezt igazából én meg is értem, és azt is írja ez a lap, hogy Dési Alfred visszaemlékezései szerint nemzetközi sikert aratott ez az alkotás ami sajnos szintén nem maradt fönt, néma film volt, az eredeti hosszát pedig nem ismerik. Állítólag 1490 méter volt, és akkor menjünk tovább, mert még nagyon sok film van itt előttem, amelyekről szintén szeretnék beszélni. A két és fél jó madár, ez egy vígjáték volt 1923-ban. Milyen érdekes az, hogy Dési Alfred milyen sok műfaj kapcsán dolgozott. Ő volt a rendező, a forgatókönyv író. Meg kell említeni Unger Leider Mort, mint producert. Nagyon fontos az ő nevét ugye kiemelni. És beszéljünk a gyártási adatokról. A Phoenix volt a gyártócég, igen. Na most jó kérdés, hogy ez a kópia fent maradt-e, vagy sem? Hát sajnos nem. Öt felvonásos volt, néma film, hossza 2243 méter. Hát a galériában két fotót találok. Elvileg az egyiken, ott van Dési Alfred, és hát arról kell beszélni, hogy nekem is volt ilyen cipőm, ugyanakkor ilyen nadrágom is, de ahogy mondtam, most ezeket a hasonlóságokat nem akarom még annyira részletesen föltárni. Menjünk tovább. A könnyelmű asszony, nézzük meg ezt, ez egy társadalmi dráma volt 1916-ban, rendezője és forgatókönyv írója Dési Alfred. A gyártó cég a Magyar Korona Sketch és Film vállalat volt. Csodálatos. Néma film, 35 mm-es, eredeti hossza 1699 m. Egyébként a tartalmat is el lehet olvasni a hangosfilm.hu Weboldalon a keresőbe be kell írni Dési Alfred nevét, ugye, hát ez egy művész név, hiszen ő nem egy ilyen vezetéknévvel született, De-ési Y-nal. Ő ugye Désen látta meg a napvilágot, és hát ott cseperedett föl, ezért választotta ezt a művésznevet, de megmondom őszintén, hogy nekem a Dezsi egy kicsit még jobban tetszik. És nem lehetetlen, hogy majd én is egy ilyen művésznévvel fogok tovább alkotni. Szerintem a Méda név mellé nagyon jól illene. A Lavina. Ezt a filmet nagyon szívesen megnézném. Ez egy dráma volt. 1919-ben rendező Dési Alfred, írója Pekár Gyula. Ebben a filmben szerepelt például Gót Ani, meg kell említeni szintén Hollai Kamillát, aki Ugyancsak játszottam a filmben, és a gyártóval, mint a forgalmazó cég, a Sztár filmgyár volt. Néma film, szintén 35 mm-es, három felvonásos. A kópia nem maradt fönt. Mit nem adnék ezért a filmért, hogyha láthatnám? Hát igen, sajnos nagyon sok csodatos alkotás nem maradt fönt. Én minden egyes filmjét megnézném Dési Alfrednek, sőt, hát ahogyan mondtam, nagyon szívesen beszélgetnék vele, de most már csak ezt lelkiekben tudjuk megtenni. Ennek a filmnek szerintem nagyon érdekes a címe, mindenképpen megemlítem, a lélek sugár. Fantasztikus dráma 1918-ban. Rendezte Dési Alfred. Én úgy érzem, hogy ő meghaladta a korát. Nagyon erősen. És azt is érzem, hogy ő nagyon jó technikai érzékkel volt megáldva. Ahogyan mondtam, szerintem ő egy profi rendező volt, és mindenhez értett. Igen. Ő egy talentum. Szerintem ezt nyugodtan kielenthetjük. A sztár filmgyár... Készítette ezt az alkotást, ahol Dési főrendező volt. Néma film az eredeti hosszát nem ismerik. A lélek látó sugár. Hát, szerintem én nagyon erősen kitöltekeznék, ha láthatnám ezeket a filmeket, és úgy érzem, mintha abszolút a helyemre kerülnék általuk és lehet, hogy minden egyes kérdésemre választ találnék, amelyeket gyerekkorom óta magamban hordozok. A mostoha egy dráma volt, 1919-ben. A gyártó cég Dési Alfred filmgyára. Ugyanakkor az egyetértés, Dési volt a rendező és a producer. Szerintem ő rengeteget dolgozott. Lehet, hogy ő is csak aludni járt haza, miképpen én, amikor televíziós műsorkészítő és rendező voltam, mert én több száz riportfilmet, forgatást rendeztem. Sajnos ez a kópia sem maradt fönt, de azt megtudjuk, hogy négy felvonásos némafilm volt 1200 méterrel a háta mögött. Sajnálom, hogy ezeket a filmeket nem tudták valahogyan megmenteni. Nagyon szegények lettünk ezáltal szerintem. A nagyúr. Vígjáték 1917-ben rendező Dési Alfred. Két felvonásos volt, 630 méter. Több szakmai bemutatót is tartottak már ebben az időben. Biztos, hogy fantasztikus lehetett egy ilyen találkozón részt venni. Jó kérdés, hogy miről zajlott az eszmecsere, hogy egy ilyen szakmai találkozó mennyiben volt másabb száz évvel ezelőtt, mint ma. Vannak sejtéseim. A Magyar Föld ereje, háborús film 1916-ban. Dési Alfred, mint szereplő volt jelen, de azt nem tudjuk meg, eme adatlap által, hogy ő milyen karaktert testesített meg. A film kópiája nem maradt fönn. Ennek sem, és nem ismerik az eredeti méter hosszát. A csapodár című 1918-as vígjáték azért számít különlegesnek, mert ez egy rövid játékfilm volt, egy felvonásos hossza 380 méter. Sajnos a kópiája nem maradt fönt, néma film volt amit természetesen Dési Alfred rendezett a Star Filmgyár és Filmkereskedelmi RT égisze alatt. Producere Geiger Richard és Rákosi Tibor volt, és azt írják, hogy csak két szereplője volt eme filmnek a tartalmára nézve, nem maradtak fent különböző információk, de néhány plusz adatot még meg lehet találni róla a hangosfilm.hu weboldalon. Tehát igen, ahogy mondtam, ez egy rövid film volt, Dési Alfred rövid filmeket is, valamint sketcheket is Rendezett, és hát a 380 méter az valóban nem olyan hosszú, hiszen vannak olyan, vagy voltak olyan filmek, amelyek során 2500 métert is leforgattak. És akkor itt van előttem egy mozi sketch, amiről ugye az előbb beszéltem, méghozzá az atak vagy az etek amit szintén Dési Alfred rendezett, ugyanakkor szerepelt is benne, egy Doni kozák kapitányt testesített meg. Azt írják, hogy két némafilm és két színpadi részből álló film sketch volt, ez az 1914-es alkotás. A filmrészek hosszát azonban nem ismerik, és sajnos a kópiája, szintén elveszett, tehát nem található meg. Néhány plakátot lehet találni a weboldalon, de sajnos különböző fotókat az alkotókról, a szereplőkről nem. Itt van egy olyan plakát, amin az Omnia mozgókép palota neve szerepel. 1914-ből az Omnia mozgókép palota szombaton folyóhó 17-én mutatja be először az Atak című négy felvonásos aktuális kinema sketchet írta Adorján László, a zenéjét szerezte Kondor Ernő. Az Omnia, mely elsőnek honosította meg a kinema mint műfajt, ezúttal ismét kiválót vél nyújtani. Hát ugye ez volt a reklám szövege, és ahogy mondtam, ez egy 1914-es, október 16-ai plakát cikk, ami a Pesti hírlapból származik. Hát jó kérdés, hogy eteknek vagy ataknak hívták akkor ezt a filmet, de gondolom, hogy inkább eteknek ejtették ki. És akkor itt találok még néhány olyan cikket, ami szintén erről a premierről szól. Igen, itt is feltüntették azt, hogy négy fölvonásos volt ez az alkotás. Ez is egy nagyon érdekes adat. Jegy előváltás a hírsféle, nagy tösdében, a hatodik kerületben Andrási út 19-es számolat, és az Omnia pénztáránál délelőtt 10-től fél egyig, és délután egy órától kezdődőleg. Hát így fogalmazták meg ezt a felhívást, és akkor itt még találok plusz plakátokat, rendkívüli előadás a Hungária Mozgó Színházban 1915 április 4-én és 5-én, vagyis húsvét vasárnap és hétfőn mutatták be a világ legnagyobb kinemaszkecs slágerét. Hát így írták, igen. És Dési Alfred nevét is megtalálhatjuk a szereposztásban, aminek én nagyon örülök. A Kecskemét Városi Mozgóképházban, fú, de gyönyörű neve van, Mozgóképház. Így hívták régen a mozit: Mozgó képház. Igen. Tehát ott is levetítették ezt a filmet, és van egy olyan alcímem ennek a filmnek, hogy Jönnek a Vörös ördögök. Németre is, német nyelvre is lefordították, és az is lehet, igen, hogy esetleg még Bécsben is levetítették, de ahogy mondtam erre nézve, nem igazán találok különböző adatokat, mert nagyon kevés dolog maradt fönt róla. Biztos, hogy ez egy nagyon érdekes alkotás lehetett, és akkor gondolom, hogy népszerű volt. Tehát jó kérdés, hogy például egy-egy ilyen filmvetítés alkalmával hányan jelentek meg, hány néző volt, és az is jó kérdés, hogy milyen lehetett az összetétel. A Raskolnyikov drámát kell még mindenképpen megemlíteni, ami egy 1917-es alkotás rendezője Dési Alfred, és ha jól látom, igen, akkor szerepelt is benne, mint vizsgáló bíró. Játszott benne többek közt Gót Ani, Lót Ila, Lajtai Károly, Kornai Rihárd, őket már ugye többször megemlítettem, és még ami nagyon-nagyon fontos, hogy Zsitkovszki Béla volt az operatőre, aki az első magyar film operatőre volt szintén, valamint ugye a rendező is. Geiger Richard és Rákosi Tibor voltak a producerek, a Star filmgyár készítette és forgalmazta ezt az alkotást. A sajtó bemutatóra 1917. február 6-án került sor az MK épületében, és a rendes bemutató pedig a mozgókép otthonban volt, a nyilvános vetítés április 30-án, szintén 1917-ben. Külső forgatási helyszínek Kino Report műtermében. Nagyon szívesen ott lettem volna. Na most a Raskolnyikovnak van egy olyan címváltozata, hogy bűn és bűnhődés. A galériában pedig találtam egy plakátot. Pécsen 1917. augusztus 19-én és 20-án a Szemere Mozgó nagytermében vetítették le a Bűn és Bűnhődés című hatalmas filmdrámát négy felvonásba. Milyen érdekes, ugye? Hogy akkor a különböző filmeket is így jelölték és felvonásokra osztották tulajdonképpen, hát úgy, hogy a most a színdarabokat. A mai filmek kapcsán nem beszélhetünk felvonásokról, és nem is így jelennek meg, ugye, a különböző plakátokon, vagy a cikkekben. Na most az is nagyon érdekes, hogy azt írták, hogy az esti 9 órai előadáson Ertót József és Német Irénke fellépnek a magánszámokkal, zongora kísérettel. Egyébként itt vannak a helyára is, csak olyan pici betűkkel vannak, hogy nem igazán tudom elolvasni, de ha jól látom, akkor 60 fillért írtak. Talán. A Betörő című film egy vígjáték volt 1919-ben, amit Dési Alfred rendezett, mint főrendező. A kópia sajnos nem maradt fönt, ez egy néma film volt, három felvonásos, tehát nem volt se nem túl rövid, se nem túl hosszú, 840 méteres filmről kell beszélni. Egyetlen egy plakátot találtam. A Royal Apollo színházban vetítették ezt a filmet Szegeden a Gizella téren, és itt van egy telefonszám, ami csak három számjegyből állt akkor. 608. Ez volt az Apollo telefonszáma. A kópia nem maradt fönt, sajnos, és igazából mást nem is nagyon találok erről a filmről. Hát esetleg annyit még, hogy 1920. márciusában betiltották és elkobozták ezt a filmet. Jó kérdés, hogy miért? Csak 16 éven felüliek láthatták a bemutatóra, Április 14-én a Korzóban került sor szintén ebben az évben, mármint 1919-ben. Hát gondolom, hogy Dési Alfred nem nagyon örült annak, hogy ezt a filmet betiltották és elkobozták. Sajnos nem tudjuk tőle megkérdezni azt, hogy miért. A magyar föld ereje. Hát azt is mondhatnám, hogy biztos, hogy ez egy dráma volt, és a drámák szerintem mindig jók. A magyar alkotók, a magyarok nagyon-nagyon jók a drámában, és főleg a filmdrámákról kell beszélni, de én nem is tudtam azt, hogy például az 1910-es években ennyi dráma készült. Azt tudtam, hogy az 50-es években igen, főleg, és a 60-as és a 70-es években, de ahogy mondtam, én idáig nem nyúltam vissza hát ez is egy nagyon termékeny időszak volt. Rengeteg filmet készítettek eme filmgyárak száz évvel ezelőtt, vagy száz tíz évvel ezelőtt. Ezt valaki gondolta volna? Én nem, de talán azért, mert én most jutottam el odáig, hogy Dési Alfred által hát elkezdtem kutatni még intenzívebben ezt a korszakot, és nagyon nem bántam meg, hát erőke beszélni, igen. A régiséggyűjtő. Vígjáték 1917-ből. Rendező Dési Alfred. Szereplők Hollai Kamilla, Dán Norbert, valamint Lugosi Béla, Újvári Miklós. Hát Lugosi Béla is egy nagyon vonzó, érdekes szereplő színész férfi volt, aki nagyon-nagyon ismerté vált. És hát, ugye ő először Dési Alfred rendezése alatt alkothatott. Sajnos ez a kópia sem maradt fönt. Néma film volt, rövid játékfilm, így jellemzik. Két felvonásos, a hossza pedig 640 méter. A szív tévedései társadalmi dráma 1918-ból. Rendező: Dési Alfred, forgatókönyv író: Pakocs József. Ők egyébként nagyon sokat forgattak külföldön is. Milyen lehetett egy ilyen külföldi utazás, filmforgatás? az 1910-es években egyáltalán mennyi ideig tarthatott akkor egy-egy ilyen külföldi út. Hogyan készültek, hogyan helyezték el a technikai eszközöket, hogyan szállították őket. Ú, nekem rengeteg kérdésem lenne. És mondjuk a rendező hogyan érezte magát az utazások kapcsán, mint gondolkodott. Szívesen belebújnék a bőrébe. A szív tévedései némafilm, négy felvonásos, és elvileg 1590 méteres. Azt írják, hogy egy két perces töredék megmaradt a vándori összeállításban. Két perc. Hát az nem túl sok, de annak is van értéke. Higgyük el. Két perc kapcsán is nagyon sok mindenre lehet rájönni. Álarcos bál, 1917-es dráma, rendező Dési Alfred, szereplők Dán Norbert, Lugosi Béla, Gót, Ani, és még mondjuk emeljük ki Kornai Rihárdót, Kurd Viktort, őket nem ismerem, technikai stáb, operatőr, Vaskároly többek közt. Gyártó cég a Sztár, ugyanakkor a forgalmazó is, a sajtó bemutató az Urániában volt 17-ben, a bemutató pedig 18-ban a Korzóban. Külső forgatási helyszínek Tatatóváros Grófi Kastély parkja, ahol mind 10 tíz évet töltött el, és ahol szintén rengeteget forgatott, csak már egy picit más kamerákkal. Rengeteg interjút készítettem Tatán, több ezret, néhány év alatt. Ugyanakkor hát én a kastélyparkban is nagyon sokat dolgoztam, mint tévés rendező, de elárulok még egy titkot. Én a kastélyba szerveztem különböző filmvetítéseket, csak 3D-s filmvetítésekről kell beszélni, és ott álltam bent én is, szedtem a jegyeket, és nagyon érdekes érzésem volt. Szerintem én az ő lelkét éreztem már akkor is, mint filmes, mint mozi, úgymond alapító, mert ahogy mondtam, ezeket a vetítéseket én szerveztem, és részt is vettem minden egyes mozzanat kapcsán. Jó, menjünk tovább, mert nagyon érdekes ebben most így belegondolni. Az állarcos bál szintén néma film volt, nem maradt fent a kópiája. A galériában találhatunk különböző felvételeket, fotókat, többek közt például Dán Norbertről, és én vélek fölfedezni tatai jeleneteket a fotókon. Nagyon ismerősek ezek a fényképek. A különböző jelenetek Fantasztikus lehetett ez a forgatás. Akkor még cilinderben jártak a férfiak, ahogyan Dési Alfred is. Ezt is tudtam. Éreztem, tudtam, hogy ez a filmrendező cilinderes volt, megjelent előttem az alakja már gyerekként. Az élet királya, rendező Dési Alfred. Szereplők Dán Norbert, Lugosi Béla, Lót Ila, Gót Ani, Hollai Kamilla, többek közt. A gyártó cég a Sztár Filmgyár és Filmkereskedelmi RT. A sajtó bemutató szintén az Urániában volt, és ö, ugyanúgy Tatán a Kastély Parkban forgattak. Meg kell nézni a felvételeket, a fotókat, mert nagyon sok mindenre lehet következtetni egy-egy ilyen korabeli dokumentum által. Itt van előttem a Casanova film lapja, aminek nem csak rendezője volt Dési, hanem ő maga alakította a főszereplőt. A sztár volt a gyártó és a forgalmazó cég. Eredetileg Kasanova szerepét Lugosi Béla játszotta volna el, de végül a film rendezője, Dési Alfred vállalta el a címszerepet. Én azért örülök ennek, mert így több fotó maradt fönt róla. Eme szerepe kapcsán. Ugye a rendezőkről sajnos nem szoktak olyan sok fényképet vagy felvételt készíteni, mint a szereplőkről, így nem is maradnak fönt olyan dokumentumok, amelyeken ők láthatóak. Hát azt is mondhatnám, hogy sok esetben ritka kivétellel, mert például én, amikor tévés rendező voltam, engem sem fényképeztek, hát mindig ugye a riportalanyokat, a szereplőket. Mi sok esetben háttérben vagyunk, a háttérben alkotunk, azt nem mondom, hogy magányosan, de látatlanul. Mert mi nem a kamera előtt állunk, hanem valahol mögötte, mellette, körülötte. Ránk nem irányul a fókusz, ez egy teljesen másfajta műfaj, de fantasztikus. Én is voltam szereplő, és több riport kapcsán megjelentem. Ugyanakkor dolgoztam tíz évig színpadokon, de aztán rájöttem arra, hogy nekem jobb lesz a háttérben, és hogy tévés rendezőként kell alkotni. Talán pont emel szellemiség által. A kaszanova, 1918-as dráma néma film volt, hat felvonásos, a hossza 2455 méter. Hat perces töredék maradt fönt belőle, ami fekete-fehér, és azt írják, hogy magyar és német inzerteket tartalmaz. Az biztos, hogy ez egy monumentális alkotás volt. Én úgy gondolom. Főleg, hogyha hat felvonásos volt ez a némafilm. És hát ugye ezt Dési Alfred, mint főszereplő, végig játszotta, ugyanakkor közben rendezett is. Hát ezért mondtam azt, hogy szerintem ő holt profi volt. Igen. Én érzem. Érzem, hogy ez így volt. Bolondistok. Vígjáték 1922-ből. Rendező Dési Alfred, író Petőfi Sándor. Operatőr Pab Gyula, producer, szintén Dési, és az ő filmgyárában készült ez az alkotás. 1805 méter. Bemutató 1923. február 6-án a Royal Apollo-ban. A kópiája sajnos nem maradt fönt. Ez is némafilm volt. Előjátékkal. Öt felvonásban. Milyen lehetett egy ilyen forgatókönyvet megírni? Hát gondolom, hogy egy némafilm forgatókönyvét teljesen másképpen kell megírni. Mint ahogyan a hangos filmek készülnek, én Pesten tanultam forgatókönyvírást is. <laughs> hát nem véletlenül, tehát igen, ezt kell kijelenteni. Mackó úr kalandjai, rendeződési Alfred Vígjáték 1921-es. Ebből láttam különböző részleteket, illetve szerintem csak egyet, Külső forgatási helyszínek Balaton, Budapest utcái állatkert, lóversenypálya, valamint a Ferenciek tere. Hm. Nagyon érdekes érzéseim vannak közben, miközben beszélek ezekről a forgatásokról. Egyébként én mindegyik helyszínen megfordultam, ugyanúgy filmesként, csak hát nem egészen, száz évvel később. A Mackó úr kalandjai néma film volt hat felvonásos, és ebből maradt fönt egy részlet, amit egyébként meg lehet tekinteni az interneten. Ludas Matyi, rendeződési Alfred, az 1922-es változatról beszélek, irodalmi adaptáció. Ő volt a forgatókönyvíró író is, operatőr Pap Gyula. Pap is nagyon sokat forgatott. A kópia nem maradt fönt. Néhány plakátot lehet találni a hangosfilm.hu weboldalon. Milyen lehetett az 1922-es Ludas Matyi Dési Alfred rendezésében? Nagyon jó egyébként visszarévedni, és kutatni ebben a szellemi mintázatban. Próbálok különböző képeket így valahogyan visszacsalni. A Mona Vannáról mindenképpen beszélni kell, mert ebben Dési Alfred főszereplő volt, és eme szerepe kapcsán láthatunk róla több fotót, a hangosfilm.hu weboldalon. Ez egy 1916-os dráma volt, és az Adriai tenger sziklás partján is forgattak többek közt, valamint Szarajevóban, és Dalmácia, Ciprus és Narancs ligeteiben. Fúha! Valamint Dubrovnik ódon épületei között. Hát jó sokat utaztak ők akkor. A kópiája nem maradt fönt. Hát én ezt nagyon sajnálom, szintén. Eredeti hossza 1700 méter. Itt vannak különböző vélemények is, amelyeket szintén érdemes elolvasni, mert alap adatként szolgálhatnak. Jó, beszéljünk például a Nász dalról, ami szintén egy dráma volt 1917-ben, rendezte Dési Alfred. Játszott benne többek közt Lugosi, Béla, Peterdi, Klára, öt nem ismerem még, valamint Lajtai Károly, mint zongora művész. A Stár gyártotta a filmet, Pilis hegységben és a Balaton parton forgattak, Néma film volt, négy felvonásos, 1390 méter. A názdalból láthatunk különböző fotókat az internetes oldalon, valamint korabeli plakátokat, amelyeket szerintem érdemes böngészgetni. Nagyon csodálatosak ezek a régi plakátok és korabeli cikkek, dokumentumok, Akár a hirdetések, mozi ajánlók. Én nagyon szeretem őket. Gyűjtöm is ezeket a régi dokumentumokat, újságokat. Újjászületés rendező, forgatókönyvíró Dési Alfred egy amerikai novella nyomán. 1920-as dráma, szereplők hollai Kamilla, Ditrói Mór, Haraszti Mici, Tanai Frigyes, többek között, és operatőre Arany Ferenc volt, ugyanakkor a producere is Dési volt, hiszen az ő filmgyárában, a Dési filmgyárban készült ez az alkotás. Nem maradt fönt a kópia, és igazából nincsenek is róla a különböző fotók, vagy felvételek, plakátok sem. A Székely vér, hát ez egy nagyon érdekes cím, történelmi film, 1921-22-es, rendeződési Alfred. Játszott benne többek között Kabos Gyula. Gyártó cég az Astoria, forgalmazója pedig az Atlantik film. A bemutató a Royal Apollóban volt, és akkor nézzük meg, hogy ebből maradt-e fönt valami, sajnos semmi. Azt írják, hogy öt felvonásos játékfilmé egészítették ki ezt az alkotást, és így már 1710 méter volt. Ugye maga a kópia. Na, és azt is írják, hogy a filmet angol feliratokkal ellátva Amerikában is vetítették. Száz évvel ezelőtt, több mint száz évvel ezelőtt. Hihetetlen. Komolyan mondom, hogy én ezt nem tudtam. Nem tudtam azt, hogy Dési Alfred ennyire komoly filmrendező volt. Le a kalappal előtte. Ezt már mondtam. De még sokszor elmondom. Siófoki szépségverseny. Rendező, Dési Alfred, vígjáték 1917-ből. Hollai Kamilla, Nagy Teréz, Vándori Gusztáv, Bánhidi, Ilona. Ők voltak a szereplők. A gyártó és forgalmazott cég a mobil filmvállalat volt, nem hallottam még erről a vállalatról. A bemutatóra a mozgókép otthonban került sor 1917-ben, és hát értelemszerűen a külső forgatási helyszínek pedig siófokon zajlottak. Vannak korabeli fotók, érdemes őket megnézni, valamint a különböző plakátokat és a reklámokat. Nagyon-nagyon másmilyenek, mint a maiak. Rablélek, ez egy nagyon fontos alkotás, amelyben Dési Alfred, mint cirkusz igazgató és erőművész szerepelt. A filmet Kertész Mihály rendezte, ez egy 1913-as dráma némafilm volt, a kópiája nem maradt fönt, viszont itt vannak különböző fotok, és én az egyik képen felismertem Dési Alfredet, Ugyanakkor itt nem tüntették fel a nevét, hát lehet, hogy azért, mert más nem ismerte föl. Itt áll egy hosszabb, térdigérő kabátban, pont ilyen kabáton volt, egy csikos felsőben, ugyanilyen felsőn volt, és talán a cipőm is, és a nadrágom is nagyon-nagyon hasonló, és én is szerettem volna annak idején készíteni egy olyan filmet, ami cirkuszban játszódik, nagyon hasonló elemekkel, itt vannak korabeli plakátok, és különböző forrás megjelölések, hát amelyeket igazából fel kellene kutatni, és mindent el kellene olvasni ezekről a filmekről, de hát ez egy iszonyatosan nagy munka és vállalkozás, hát reméljük, hogy lesz még rá idő. Van egy ilyen film, aminek az a címe, hogy Isten hozzád szerelem. 1919-es dráma. Rendezője Dési Álfréd. És ő volt a forgatókönyvíró is. Szerepelt benne többek közt Hollai Kamilla, Sugár Valéria, soha nem hallottam a nevét, Margitai Gyula, Garamszegi Sándor. A sztár volt a filmgyártó és a forgalmazó cég néma film, 35 mm-es, 5 felvonásos, és körülbelül 2580 méter. A kopja nem maradt fönt, bár lehet, hogy ezt már mondtam, sajnos ezt minden egyes alkalom kapcsán ugyanígy kell megemlíteni, Kár, pedig nagyon jó lenne, hogyha most minden egyes filmet meg tudnánk nézni. Itt van egy tóparti jelenet, hát jó kérdés, hogy ezt hol forgatták. Az is lehet, hogy ezt is tatán. Hát lehet. Meg kellene nézni, hogy mit írnak róla, de igazából erről azt hiszem, hogy nem találtam semmit. Ö, igen. Azt írják, hogy betiltották egy 1920-as cenzúra határozat kapcsán. Hát jó kérdés, hogy miért? Igen. A hűtlenségről szól ez a film, bár még nem olvastam el a tartalmát. Ki a győztes? Ez egy detektív komédia volt, 1919-ből rendezte Dési Alfred. A gyártó cég a Duna filmgyár volt. Jó sok filmgyár volt akkor, nem úgy, mint ma. Külső forgatási helyszínek fönix filmgyár műterme a kópia nem maradt fönt, négy felvonásos volt, és csak egy plakáttal találkozhatunk. Nekem nagyon tetszik ez a megnevezés, hogy mozgó színház, bár egy picit hosszú és bonyolult, hát ebből lett a mozi rövidítés. A Korona mozgó színház műsora a szerdán és csütörtökön május 19-én és 20-án Hollai Kamilla film, ki a győztes, detektív történet öt felvonásban, Dési Alfred neve nincs itt. Azt is írják, hogy május 22-én és 23-án Emir a csodaló című film volt. A vásznon, hát jó kérdés, hogy ez egy film volt -e, de gondolom igen, nyilván. Sehonnai rendező Dési Alfred, ez egy dráma 1918-ból. A sztár volt a gyártó és a forgalmazó cég. A kópia nem maradt fönt. Néhány plakátot találhatunk róla, különböző véleményeket. Azt írják, hogy ez volt az egyik legérdekesebb történet akkor, abban az időben, ezen filmek közt. De gondolom, hogy sok filmet tüntettek így föl, hogy úgymond becsalják a nézőket a mozgó fénykép színházakba. Az Ezüst Kecske című drámában 1916-ban Dési Alfred játszotta a minisztert. Szeretném látni ezt a filmet. Rendezte Kertész Mihály. A gyártó és a forgalmazó cég a Kino Report volt. Bemutató 1916. október 23 a Royal Apollo-ban. Operatőr Bécsi József. Nem tudom, hogy találok-e olyan képet, ahol dési Alfred van. Várkonyi Mihály látszik ezeken a felvételeken többek közt. Ő is jó képű volt, nagyon sok jó képű, fes fiatalember volt egyébként, szerintem. Abban az időben, hát szerintem Dési Alfredről nem lesznek felvételek, amit én nagyon sajnálok nem nincs. Hú, pedig nagyon megnéztem volna. Itt van egy korabeli plakát, viszont a neve szerepel ezen a plakáton. Itt van, hogy ő volt a miniszter, és azt írják, hogy a magyar filmirodalom és filmművészet eseménye Brody Sándor legszebb regénye a filmen az Ezüst Kecske a medikus film változata négy felvonásban előjátékkal, jó, hát nekem erről most más jutott eszembe, de hát ezek szerint akkor ezt így hívták, és akkor itt vannak a dátumok is, valamint az is, hogy mikor lehetett megvásárolni a különböző jegyeket. Reggel 8-tól 18 óráig. Fú, hát igen. Igen, 1916. A moziknak is teljesen más volt akkor a hangulata, rengeteg moziban forgattam, különböző gépházakban, vetítőhelyeken, közönségtalálkozókon, filmheteken. Hát tulajdonképpen én húsz évig így éltem, ezért nyilván, hogy van tapasztalatom. A tűz. Rendeződési Alfred szereplők, hollai Kamilla, Dán Norbert, aki nagyon nagy sztár volt annó, operatőr Vaskároly, két essel, jó kérdés, hogy ő például rokona volt a -e Vas Éva színművésznőnek, és azt írják, Úristen, hogy Tatán a Grófi Kastély parkjában is forgattak, ahol én is. És emlékeztem egy olyan esetre, ami által egy tűzeset történt, ahol elégtek különböző festmények, képek, és az az érdekes, hogy ez a film is erről szól. De én ezt már 20-25 évvel ezelőtt is éreztem. A Korzó moziban, a belvárosban ma és minden nap sztárfilm, a magyar filmművészet legszebb mesterműve a tűz. Egy művész sors tragédiája négy felvonásban rendezte Dési Alfred, annyira ismerős számomra ez elképesztő ahogyan olvasom és látom ezeket a plakátokat mozgó színház a Diós györ vasgyári munkás étteremben ez egy fantasztikus plakát a jó szerencse dal és önképzőkör kör 20 án vasárnap két mozgókép előadást rendez, délután fél hat és este nyolc órakor. Műsor a tűz. Dráma négy felvonásban a sztár filmgyár remeke. Nézzük meg a helyárakat. Első hely 80 fillér, második hely 40 fillér, állóhely 30 fillér, 10 éven aluli gyermekeknek első hely 40 fillér, második hely 30 fillér. Az esti előadásokon 15 éven aluli gyermekek egyáltalán nem jelenhetnek meg. Az előadások kezdete délután fél hat és este nyolc órakor. Ügyeletes szolgálatot tart, lökös Sámuel főrendező. Ez vajon mit jelenthetett? a mozgó fénykép előadáson csak gyári kötelékben állók és hozzátartozóik jelenhetnek meg. A szelvénybérlet jegyek érvényesek, és azok lebélyegzését hétköznap este fél héttől fél nyolcig, vasárnap délután négytől öt óráig a jó szerencse dalkör olvasó helyiségében eszközöljük a mozgó színházi előadások jövedelmének egy része a hősök emléke felállítására szolgáló alap javára fordítatik. 1917. A tűz. Én azt hiszem, hogy ismerem ezt a filmet, pedig lehet, hogy sosem láttam, illetve lehet, hogy láttam. Csak nem ebben a formámban. De ez nem számít, úgy érzem. Úgy érzem, azért, mert nekem van egy olyan sondagyanúm, hogy én bizony valahogyan ott voltam. Az estéi ruha, 1917-es vígjáték rendező Dési Alfred, a sztár filmgyár volt a forgalmazó és a gyártó cég, a kópiája elveszett, azt írják, hogy a filmben egy divatrevű is szerepelt. Igen. <laughs> Igen, én is így emlékszem, hogy ez így volt. Így van, bizony, bizony. Igen egy divatrevő is volt. Nagyon-nagyon sok filmet rendezett Dési Alfred. Azt nem mondom, hogy lehetetlen felsorolni, mert mindegyiket fel tudnám, de jó kérdés, hogy beszéljek-e mindegyikről. Éva. 1919-es operett. Tehát operettet is rendezett Dési Alfred. Szereplők. Hollai Kamilla, Margitai Gyula, Dán Norbert, Szőke Irén, Szalkai Lajos, többek közt, Operatőr Bécsi József. Tatatóváros, Grófi Kastély Parkja. Nincsenek fotók, csak korabeli plakátok. És műsorajánlók, de az is lehet, hogyha még jobban elkezdek kutatni, akkor találok majd olyan régi cikkeket, vagy ajánlókat, amelyeken szerepel Dési neve. A Fejedelmi Nap, Végjáték 1918-ból rendezője Dési Alfred, amelyben szintén szerepelt Dán Norbert, mint festőművész. Biztosan jól állhatott neki ez a szerep. Vannak-e képek, sajnos nincsenek, csak régi cikkek, és ha jól látom, akkor ezek sem magyarul jelentek meg. Nem maradt fönt a kópia. Most azt kellene megtudni, hogy hol forgatták a Fejedelmi Nap című filmet, de lehet, hogy erre nézve nem találok különböző adatokat. Viszont itt a tartalom és a különböző vélemények. Agya mondtam, én úgy látom, hogy Dési Alfred szinte megállás nélkül folyamatosan dolgozott. Van egy ilyen filmje, aminek az a címe, hogy az üzlettárs vígjáték 1917-ben Dési Alfred a rendező. Menjünk tovább, bár már nem igazán tudom, hogy melyik az, amelyiket megemlítettem és melyik az, amelyiket még nem. Szerintem a Péntek Este című drámáról még nem beszéltem, ugye? 1922-es. A forgatókönyvíró is Dési Alfred volt, a filmben játszott Fenyvesi Emil többek közt, az ő nevével sokszor találkoztam, említsük meg Verebes Ernőt, Szerémi Zoltánt, Fehér Gyulát, és angyal ilkát, aki egy dajkát alakított. Külső forgatási helyszínek Bécs és Budapest. Dési filmgyár, tehát ez a film az ő filmgyára által készült, aminek szintén ő volt a producere, természetesen, operatőrök Berendik István és Pab Gyula. Jó sok filmet használtak el. Hát igen. Több ezernyi méter. Tehát jó kérdés, hogy például Dési Alfred pontosan hány ezer méternyi filmet forgatott úgymond tele. Lehet, hogy egyszer ezt valahogyan össze kellene számolni. Majd, hogyha lesz egy kis időm, akkor ezt meg fogom tenni. Persze, tudjuk nagyon jól, hogy csak megbecsülni lehetne ezeket az adatokat. Mert hát nagyon-nagyon sok film ugye nem maradt fönt, és lehet, hogy vannak olyan filmek, amelyekről nem is tudunk. Sőt, hát vannak olyanok is, amelyeket ugye gondolom, hogy nem tudtak leforgatni, csak a forgatókönyv maradt meg, mint ahogyan nekem is voltak ilyen tévés munkáim, hogy megírtuk a forgatókönyvet, de vagy valamiért elmaradt maga a rendezvény, vagy valamiért meghiúsult az igazi valós forgatás. Tehát lehet, hogy nagyon sok történet csak a fejünkben születik meg, vagy ott forgatjuk le ezeket a filmeket, de fizikálisan nem tudjuk megjeleníteni. Az Ezres Bankó, ez egy vígjáték volt 1918-ból. Rendező Dési Alfred, forgatókönyvíró Forró Pál. Szerepelt benne többek közt Dán Norbert, Bánhidi, Ilona, Hollán Ella. Az ő nevével is többször találkoztam. A sztár volt a gyártó és a forgalmazó cég, a bemutató a Korzó moziban volt, 19. március 10-én. A kópia nem maradt fönt, három felvonásos volt, néma film, 1120 méter. A galériában egyetlen egy műsor ajánlót találunk, és azt írják, hogy ez egy repríz kép, sorozat volt. Az aranyhajú Sphinx-ben Dési Alfred festőt alakított. Márkus Emília volt a női főszereplő, egy virágárus lány. Na, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az operatőre ifjabb Uher Ödön volt, a producere pedig szintén Uher Ödön, de szerintem az idősebb. Az idősebb Uher Ödön fotoművész volt, ha jól emlékszem, igen, és akkor a fia lett operatőr. És az ő filmgyáruk volt a gyártó, illetve a forgalmazott cég. Igen, erről olvastam. És hát találunk korabeli fotókat, és ahogyan látom, itt van Dési Alfred is, bár szerintem ő itt leghátul áll, nem középen, ahogyan ezt feltüntették. Én azt gondolom. De itt ő még nagyon-nagyon fiatal volt 1914-ben. Illetve nem annyira, de itt van egy másik kép is róla, igen, Márkus Emiliával, sőt, több ilyen fotót is találtam. Tényleg olyan, mint ismerném esti helyárak, támlás, szék, egy korona. Első hely 80 fillér, karzat 60 fillér. Hölgyek az előadás alatt kalapjukat szíveskedjenek levenni. Ez áll a plakáton. Én azt gondolom, hogy Dési Alfred miatt nagyon-nagyon sokan elmentek a különböző vetítésekre, főleg a nők. <laughs> Tehát gondolom, hogy özönlöttek. Mert, ahogyan mondtam, nagyon jó képű volt, ugyanakkor egy nagyon tehetséges alkotó. Találtam egy másik plakátot. A Nagymozgóban volt a vetítés. Vekerle, Nagymozgó, Sárkány utca, 48. <háha> Ez nagyon jó! Igen, azt írják, hogy Márkus Emília, a Nemzeti Színház dísze, a budapesti közönség dédelgetett kedvence, a szőke csoda első fellépte a filmen, aranyhajú Sphinx. Regény a pesti éjszakából, öt óriási felvonásban, ezeket tudom elolvasni, valamint azt, hogy a remek felvételek UR Ödön udvari fényképész nagy tehetségét dicsérik. Ez is rajta volt a plakáton. Elképesztő. Az előadások vasárnap nem lehetnek folytatólagosak, de itt ugye már egy másik uh, műsorról beszélünk, de gondoltam, hogy ezt is megemlítem. Kérjük a pontos időben való megjelenésüket. Igen. A gyermek jegy 20 fillér volt annak idején. Nagyon jó ezeket a plakátokat böngészni. Jó, hogy fönt maradtak. Talán még a nővéreket szeretném kiemelni, ami egy dráma volt 1918-ból, rendezője Dési Alfred, a Star filmgyár által, amelyben szintén szerepel Dán Norbert, Kornai Richard, Turán, Gustav Petterdi Klára. Öt felvonásos volt, ami gondolom, hogy egy hosszabb műnek számított. Plakátokat lehet látni. Itt van Dési Alfred neve, nagyon szépen kiemelve, Ugyanakkor láthatunk itt külföldi plakátokat is. Gondolom, hogy a bécsi vetítések kapcsán, hiszen azt írják, hogy a magyarországi bemutató 1917. március 17-én volt a korzóban, Bécsben pedig 1920. május 8-án. Hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból ők Európa hírű művészek voltak, nem igaz? És ennek ellenére gondolom, hogy nagyon kevesen tudják, hogy én a mai felvétel kapcsán kikről meséltem. Becstelenek, 1919-es dráma, rendező Dési, Hollai Kamilla játszott benne, Vándori Gusztáv, Tanai Frigyes, Szerémi Zoltán, Margitai Gyula, többek között, és a Star volt szintén a gyártó cég. Azt írják, hogy ez egy új magyar filmattrakció volt annak idején. Az Urániában mutatták be, ami akkor még a Magyar Tudományos Színház nevet viselte. Azt is írták, hogy ez egy megrázóan izgalmas társadalmi dráma volt négy felvonásban. Az Orient mozgóban is bemutatták, az Izabella utca és az Aradi utca sarkán. Egyébként itt vannak a korabeli telefonszámok is, 1920-as évről beszélünk. Az esztergomi koronamozi hirdetése van itt előttem. Tehát a koronamozgó színházban is levetítették ezt a filmet. 1920-ban, méghozzá, hát ha jól látom, akkor áprilisban, csütörtökön és pénteken, vagyis 8-án és 9-én, de azt nem tudom, hogy pontosan melyik hónapban, ja, de itt van áprilisban. Tehát 1920. április 8-án és 9-én a Korona Mozgó Színházban levetítették Dési Alfred rendezését a becsteleneket, és a főszereplő pedig Hollai Kamilla volt. Itt még C betűvel írták a nevét. Még megnézzük a tavaszi vihart, rendező Dési Alfred, és Bécsben is bemutatták. A kópia nem maradt fönt, öt felvonásos volt, és hát jó kérdés, hogy van-e valamilyen plakát? Igen, több plakát is van. Szerintem itt vannak a külföldi plakátok is. Itt Dési Alfred nevét csak úgy írták, hogy Deési A. Pont. <laughs> hát nem fér ki a neve a plakáton. A Star Filmgyár legújabb remeke a Korzóban, ami a belvárosban volt a Váci utca 9-es szám. Alatt. Egyébként itt van a Star Filmgyár telefonszáma is, 114 84. Sajnos már Dési Alfred nem fogja fölvenni a telefont. Hiába tárcsáznék. Én máshogyan tárcsázom. Egy magasabb szintű mintában, ami időtlen, és amiben érzem az ő lelkét, és azt éreztem, hogy ennek a felvételnek meg kellett születnie. Miatta, és talán általa. Sokat beszélek majd még róla. Azt hiszem most egyelőre ennyi, mert egyrészt hosszú lett ez a felvétel, másrészt elfáradtam, plusz igazából már nem is nagyon tudom, hogy melyik filmekről beszéltem, de még fogok, mert szerintem lesznek olyan alkotások, amelyeket külön kiemelek, főként a tatai vonatkozás kapcsán, ahol majd lehet, hogy mi is készítünk különböző felvételeket, riportfilmeket, hogy tovább éljen az ő szellemisége. Talán általam. Talán azért, mert már gyerekkorom óta nagyon erősen vonzódom a filmszínházakhoz, a filmgyártáshoz, és azért, mert eképpen megszületett 200 órányi felvétel, ugyanakkor egy 400 kérdésből álló tételsor, de fogom folytatni a sort, és az is lehet, hogy ezáltal egy magyar filmtörténészi címre teszek majd szert, ha még többet kutatok, és ha Dési Alfred szellemisége és lelke végig kísér és segít. De én úgy érzem, hogy ez mindig is így volt. Száz évvel később újjászületik általunk, újjá születik azáltal, hogy beszélek róla, hogy gondolkodom felőle, hogy minden egyes nap meg kell néznem az ő fotóit. Olyan, mintha élne. Szerintem a művészek halhatatlanok. Nem csak az alkotások által. Én úgy érzem, hogy a művészeknek olyan a lelki berendezkedése, hogy ők túlélik a halált. Most nagyon furcsán fogalmaztam. A halál után van egy ilyen filmje. Az történt Dési Alfred halála után, hogy ő tovább él, és motivál, és mozgósít, és elmélyíti a szeretetemet, nem csak iránta, hanem a filmrendezés, a filmgyártás iránt, bár nálam és bennem ez mindig is első helyen állt. Számomra ez a legfontosabb. De most még inkább miatta. Miatta sem fogom abba hagyni ezt a vállást. És megpróbálom megvalósítani a filmes ötleteimet, terveimet, hogy tovább vigyem ezt a szakmaiságot, és megmutassam azt, hogy például ő micsoda tehetséggel volt megáldva. Remélem, hogy valamilyen szempontból tudom őt majd képviselni. Talán Méda, Dezsi, művésznév által, nekem ez tetszik. Remélem, hogy megengedi. Hogy én is egy ilyen művésznévvel dolgozzak, csak én másképpen fogom írni. Én nem úgy, ahogyan ő, de a lényeg az ugyanaz. Igen, erre vártam, arra vártam, hogy megtaláljam azt, akiről azt érzem, hogy olyan, mintha a lelkem, a lényem egy része lenne. Aki filmrendező, színész, forgatókönyvíró, mozi alapító, filmgyáros, nagyon sok minden más, aki számára ez a szakma, ez a művészeti ág annyira fontos volt, mint amennyire számomra. Persze ő egy profi szintű alkotó volt valaki, aki nagyon sokat tett a mozgó fénykép színházért, a közönségért, vagyis értünk. Talán gondolt ránk is azon lényekre, akik száz évvel később alkottak, alkotnak, és akik száz évvel később jelentek meg, hiszen Pontosan olyan filmekről beszéltem, amelyek nagyjából száz évvel ezelőtt készültek, de mégsem érzem azt, hogy olyan sok idő telt volna el. Ugyanis ebben az aurában nincs idő, nem számít. A képek, az érzések automatikusan megjelennek. Időtállóak. Ahogyan az ő lénye. Hiába nem maradt fönt szinte egyetlen egy kópia sem. A lenyomat, a sziluett, és a nagyon erős elköteleződés, a kapocs, a szimbiózis nem tűnt el, sőt, sokkal erősebbé vált, mert ő én is a helyemre kerültem ezáltal. És most van az, hogy kimondhatom, hogy nem zárul le az a munka, amit nekem abba kellett hagyni. Forgatások híján. Ha lesznek eszközeim, újjáélesztem, föltámasztom az ő szellemiségét, nem csak hangfelvételek által, hanem egy olyan művészeti ág kapcsán, ami mindkettőnk számára a legfontosabb. A nagybetűs film.